Köszönöm, hogy Tony is biztosan választja a főpolgármesternek, hogy nem változtatna a véleményét. Gyorsan szeretnék segíteni vissza a hatalomba. Karácsony Gergelyről, az ellenzék főpolgármester jelöltjéről tesz fel ilyen kérdéseket egy közvéleménykutató cég a budapestieknek, erről a Magyar Hang írt. Zobói polgármesterként kabinetének tagjai kiemelkedő fizetést kapnak és luxusautókkal járnak dolgozni. Karbonadó néven nem állni a benzinre rakódó adókat és jelentősen növelni az üzemanyag árakat. Előkerül például az ingatlanadó, és az is, hogy Karácsony Gergelyék menekülteknek adnának önkormányzati lakásokat. A felvételt megmutattuk az ellenzéki főpolgármester jelöltnek, aki azt mondja, mindez hazugság, ez nem kutatás, ő a Fidesz lejárató kampányát sejti a háttérben. Nekik az a céljuk, hogy nyilván sok ezer állampolgárt megpróbáljanak félrevezetni ebből, hazugságból és pénzből nem tudnak kifogyni. Ez az ő kampány stratégiájuk, nekünk pedig az, hogy Budapest jövőjéről beszélünk, és elmondjuk, hogy mi a valóság. Hasonló hívásokat kapnak országszerte az emberek. Gödöllőn magát Gémesi Györgyöt, a város független polgármesterét is felhívták, hogy szavazna-e magára, ha kiderülne, hogy hűtlen kezelésbe keveredett. Erről ő posztolt a Facebook oldalán. Azt írta, úgy érzem megkezdték, folytatják a kampány lejárató részét. Az általunk megkérdezett szakértő szerint az ehhez hasonló akciók nem valódi közvéleménykutatások, hanem olyan kampányeszközök, amelyek célja a választók befolyásolása. Egyáltalán nem kíváncsiak arra, hogy a sok-sok vád közül az adott politikus éppen melyiknek felel, meg melyiknek nem. Az a fontos, hogy ezek az üzenetek ezek elhangozzanak, és a választók fejébe elültessék azt, hogy hát ha csak a fele is igaz, már az is sok. Kerestük a kutatást végző céget, szerettük volna megtudni, kinek a megbízásából dolgoz, de nem árulták el. Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke arra a kérdésre, hogy ők rendelték-e meg a szolgáltatást, azt írta, kérdésére a válasz nem, a kormány pedig azt válaszolta, nem áll szerződésben ilyen nevű kutatócégekkel.